te van belőle az is, hogy is emlékszem volt az. Egy kicsit idejét múltál át, milyen szörnyű kimondani, hogy a Punto Super 1-6, vagy a Punto Kitkár már kicsit elavult technológia, de hát ez így van. Szépen lassan szaladunk előre. Ne felejtsétek el, hogy a Vöröskeresztes kis csapat bent az épületben, a Kanizsa Centrumban vár minden véradót. Legyetek kedvesek, járuljatok hozzá ez a dologhoz. Az ember élet mentés, higgyétek el, hogy fontos dolog. Szép tájékon jó érzés, ennyire bonyolult a képlet. Nem egy nagy vasszizasz, viszont kell hozzá személyigazolvány, tajkártya, úgyhogy legyetek kedvesek, az vigyétek magatokkal. Hozzáteszem, én is véradó vagyok. Oké, mondom, abból a vérből nem kérnék, amit tőlem levesznek, de ettől függetlenül volt olyan lehetőség, amikor ezt használták. Abban a pillanatban, hogy itt ugye a számítógépes rendszer ezt jóvá hagyja, akkor természetesen már látni fogjuk az összesített időtervet is, eredményeket, bocsánat. De mondom, mostanra most a pálya állapota tényleg szinte... Na, az egész ügyesen beleszíneztél a kézifékkel, drága barátom. Versenyzés alkalmasság vált, hiszen ugye a visszafordítókban, a szigorú kanyarokban most már látszanak újnyomok is, erről ugye megnőtt a tapadás. Vagyis szépen precízen gyorsulni tudnak a versenyautók. Ez ugye értelemszerűen a professzionális, szalamos kollégák számára egy jó opció. A kíváncsi a lehetőséggel. Vannak azért favoritjaim titkon, és igen, a 01-es rajtszámmal